Az elmúlt évtizedek legnagyobb útépítését és felújítását végzi a magyar állam a Zembléni és a Harangudi térségben. A 37-es számú főút Geszte és Szerencs közötti 19 kilométeren kétszer kétsávosabb bővítés az ütemezésnek megfelelően halad. Azonban a kormányzat azt a célt tűzte ki, hogy a turisták, a térségben élők és a befektetők jó minőségű utakon juthassanak el a csodás zempléni tájakra. Így tavaly már megkezdte a Magyar Közút Nonprofit ZRT a Sátoraljaújhely irányából a 37-es út burkolat cseréjét. Idén nyáron a Szerencsi Ipari Park és a Mezőzombori körforgalom között május 9 és július 8 között folytatódik az útburkolat megújítása. Az útépítés időtartama alatt idéglenesen terelést, egyirányú forgalmi rendet és sebességkorlátozást vezetnek be a szakemberek. Az út helyenként majdhogy nem járhatatlan kis túlzással. Nagyon elérkezett az az idő, amikor meg kell újítani, ez egy jogos igény. Egyfelől ugye épül a 37-es négysávosítása a másik oldalról, látjuk, hogy nem piszmognak vele, hanem építik, komoly munka folyik, és hát remélhetőleg egy év múlva ilyenkor a négysáv az át lesz adva, utómunkálatok az én ismereteim szerint lesznek még erdősáv, stb., de maga a négysávos közlekedése az remek lesz. Na most tudjuk azt is, hogy Sátoraljaújhely felől is újítják a 37-est. Én úgy gondolom, hogy hálásnak kell lennünk, hogy ennyi pénzt előteremt a magyar állam, a magyar kormányzat, hogy az utat megépítsük. Ebből kell kiindulni, hiszen ha otthon csak felújítás van, az is óriási kellemetlenségekkel jár, mert felfordulás van természetesen. Gondolom, hogy néhány nap után be fog állni az a forgalom, megszokjuk. A magyar közút kezelői az út az ő kezelésében van, tehát minden intézkedést ő hivatott meghozni. Természetesen leültünk hétfőn, és az illetékesekkel, a kék villogó fényt használó szolgálatok képviselőivel, a vasút képviselőivel, a volán képviselőivel, Mezőzombor önkormányzat polgármesterével, jó magam, a kommunikáció felelős szakemberrel, tehát mindenki leült és közösen próbáltunk meg gondolkozni, természetesen úgy, hogy a végső döntés a Magyar Közút kezelői. Hedó Kft. Nyerte, ha jól tudom, a kivitelezést, és a kivitelezőnek a vezetője is itt volt, és abban maradtunk, hogy hétfő reggeltől elkezdik a munkát, le fogják zárni természetesen a Miskolc irányából jövő forgalmat, Mezőzombor irányába fogják elterelni. A másik irányból, Sárospatak irányból érkezőket pedig az egyik sávon fogják engedni, tehát hétfőn megpróbálunk ezzel a szituációval találkozni. Felvetődött a Nestlé előtt parkoló kamionoknak az, hogy azok eléggé leszűkítik az utat. Ha a kamionok fognak menni, akkor nehézkes lesz ott, ha több jármű találkozik. A Nestlé-sek nagyon pozitívan álltak hozzá, és erre a két hónapra, amire tervezve van az építkezés, tehát június 30-áig van a elkészítési határidő, esetleg néhány nappal, mert néhány nappal az elején már csúszunk, ugye, mert ezen a hét közepén kezdték volna, de kérésünkre hétfőn kezdik, hogy minden tájékoztatást, minden, ami rendelkezésünkre áll, Szerencs és Ond lakóinak meg tudjunk adni. Tehát a Nestlé beengedi a kamionokat erre a két hónapra, mint korábban volt, és a dolgozóit megkéri, hogy a Nestlé tulajdonában lévő parkolókban parkoljanak. Ezzel is könnyítve, ha esetleg a Fecskés vagy vasútállomás irányába kell mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek rendkívüli esetbe vonulniuk, akkor megkönnyítse azt a lehetőséget, hogy oldalra húzódjanak a járművek. A szerencsieket és az ondiakat érintő útfelújítási munkálatok ezzel nem érnek véget. A helyiek egy régi vágya teljesül azzal, hogy megfelelő minőségű úton juthatnak el a cukorgyári körforgalomtól a fecskési vasúti átjáróig. A tervek szerint, mint ahogy talán ebben a híradóban és a Szerencsi Hírekben is leírtuk, a Szerencsen átvezető utak is meg fognak újulni.
Ezek közül a kivitelező, illetve a Magyar Közút ígéretet tett arra, hogyha elkészül az út, akkor a Rákóczi utcának az alsó szakaszát, tehát ahol most állunk, a Szerencs cukorgyári körforgótól a vasúti sorompóig a felső kopó réteget meg fogja újítani, illetve felújítja az utat. A burkolat felújítási munkák idején hosszabb menetidővel kell számolni, ajánlott még indulás előtt tájékozódni a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit ZRT Útinform szolgáltatásánál a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs közösségi autós alkalmazást is használni, hogy az optimális útvonalakat megtervezhessék. A forgalom terelés miatt a város polgármesterek kéri a lakosság a közlekedők türelmét és megértését, valamint segítő közreműködését.